Keményen és céltudatosan dolgoztunk, így értékelte röviden Kuznyecov Szergej vezetőedző a DVTK labdarúgóinak dél-spanyolországi edzőtáborát. A hazaérkezés követően immár az edzőközpontban folytatódik tovább a munka, hiszen szerdán még egy edzőmérkőzés vár a labdarúgókra, majd vasárnap újraindul a bajnoki sorozat, amit az érintettek elmondása alapján egy jól felkészült Diós Győr kezdhet majd meg. Fejlődés szempontból erőnlétben is sikerült nekünk jól dolgoznunk kint. A vezetőedző és a csapat első közös edzőtábora után egyértelműen foglalt állást Kuznyecov Szergej. A szakvezető immár a DVTK stadionban értékelte a dél-spanyolországi napokat, hiszen a szerdai Kassa elleni hazai edzőmérkőzést követően vasárnap már kezdődik is a bajnokság, ahol már az új igazolások is nagy szerepet kapnak majd, hiszen az érintettek azokra a területekre érkeztek, ahol előrelépést vár a szakmai stáb. Az első héten nagyon kemény meló volt, utána a második héten jöttek az edzőmeccsek, az meg ugyan azért fontos, hogy még jobban a pályán összeszokjunk, ugye új társak, de szerintem nagyon jól sikerült. Nem mondom, hogy már össze is szoktunk, mert azért az idő kell, de valami elkezdődött. A listavezető Diós Győr pedig úgy készül, hogy a tavaszi találkozók során elérik a csapat elé megfogalmazott nagyon fontos célkitűzést. Egy sokkal nehezebb tavaszi szezonra számítok, mint az őszi. Ezt már láttuk tavalyi szezonban is, és ezt, hogy követem a bajnokságokat, ez minden bajnokságban ez így igaz. De nekünk egyetlen egy célunk van, a feljutás. Az eddig végzett munka jelentőségéről, az utolsó edzőmérkőzés hasznáról is további részleteket tudhatnak meg bővebb összeállításunkból, amit keddi sportműsorunkban láthatnak majd az érdeklődők.